Kedves Gabi, különös érzés a búcsú beszédetet írni, és még furcsább, hogy valaki más mondja ezt el helyettem. Mentségemre szolgáljon, hogy én az első bekezdést sem tudtam volna végigmondani. Nem akarok búcsúzni, mert azzal csak elfogadnám azt a világot, amiben te már nem vagy, és annak tényleg nem sok értelme lenne. Képzeld el, hogy nem hívhatnánk fel egymást bármikor, és oszthatnánk meg a másikkal túláradó örömünket, vagy legmélyebb letargiánkat. Bár utóbbival, 38 éved alatt inkább csak én kerestelek, téged sosem láttalak levertnek, de még csak szomorúnak sem. Most pedig, amikor a legjobban kellenél, nem vagy itt, hogy elmondhassam, micsoda tragédia történt, Gyebró elment. Azért sem könnyű elfogadni, hogy már nem vagy velünk, mert szívünkben mindannyian őrzünk belőle egy-egy nagyon is eleven darabot. Drága szüleidben élsz leginkább. Elalvás előtti utolsó gondolatuk vagy, és az ébredés utáni első. Fél ötkor pedig mindig azt várják, hogy hazaérj és megölel őket. Barátnőd az érzelmes, csak kevesek által ismert Gabit őrzi, aki 9 év elteltével is minden nap rácsodálkozott a szerencséjére, hogy egy ilyen nő őt választotta. Sokan a mérhetetlen derűre emlékeznek veled kapcsolatban, és hogy miattad ült le ugyanahoz az asztalhoz, az egyetemi oktató és a gyári munkás. El sem tudom képzelni, hogy milyen katona lehettél. Én csak a Jámbor Gabit ismertem, és szerintem a bajtársaid a termetedet meghazudtoló szívélyességeden túl talán a történeteidre fognak leginkább emlékezni. Barátaid nyugodt, kiegyensúlyozott természetet idézik fel, és azt, hogy mennyire távol állt tőle. Egész életed van az idegeskedés, a felesleges dolgokon való rágódás. Soha nem veszítetted őket. Még az utolsó pillanataidban, a komoly balesetek után is te nyugtattad a téged ápolókat és viccelődtél, hogy milyen szerencséd van, hogy ennyivel megúsztad. Nekünk vajon mit mondanál annak érdekében, hogy enyhítsd a gyászunkat? Hogy 38 év alatt többet éltél, szerettél, nevettél és tapasztaltál, mint más 70 év alatt. Hogy nincs nagy tragédia, csak előre mentél, benépszerűsödtél. Akkor majd követünk. Akkor ott vársz majd előmelegített helyjel, köszöntő italokkal és a jellegzetes nagy mosolyoddal az arcodon? Szeretnénk azt hinni, hogy így lesz. Közös utazásaink során annyi fotót csináltál, hogy azokból rekonstruálni lehetett volna New Yorkot, Bangkokot, Palermót vagy akár Monte Carlót is. Arra készültél, hogy majd öregkorodban nosztalgiázhatsz ezeket nézegetve. Az egyikünk sem gondolta, hogy mi fogjuk ezeket páros szemmel nézni és emlékezni. Nem mintha ezekre a képekre szükség lenne az emlékezéshez. Szereteted, szálló igévé vált mondataid, egész lényed mind velünk maradnak ezután is. A szolgálatod a seregnél véget ért. Most más angyal bőr vár rád. Bátran belebújhatsz, kiérdemelted. Vigyázz rá, és vigyázz magadra is, amíg nem találkozunk. Jó utat!
Anya, most ne szólj hozzám. Végig gondolom, mit hagyok itthon. Az egész életét itthon hagyta. Mindent itthon hagyta. A szívedet, a lelkedet, a szerelmet, mindent azon napon. Azon a napon, tragikus balesetben örökre lehunyt a szemét Gyabrowski Gábor. Egy 193 centis, hatalmas lyukat hagyva az életünkben.